Sziasztok, gondolom annyi helyen olvastátok már, hogy hogyan kell karrierre leszállni, hogy már nem is kéne ezt a tutorialt megcsinálnom, de azért igen. Formation lights-ot kapcsolok, instrument lights-ot kapcsolok, a hook position-t állítom karrierre, leengedem a hookot, 800 lába magasra le, ereszkedem, közben átállítom a, nekem így jön be, a jobb oldali DDI-omat HSI módba a takan miatt, a bal oldalit az FCS módba, hogy lássak mindent, kikapcsolom a Master Arm-ot, 55-ös a most itt a test mission-en a takan kódja, beállítom a course-t, illetve hát megpróbálom beállítani, erre emlékszem, nem sikerül, mert hülye vagyok, és először meg kell nyomni, hogy a takan display-elje a HSI-n, majd utána szarakszom még egy kicsit, mert elfelejtem, hogy hosszan kéne nyomni, meg elfelejtem, hogy először be kéne állítani azt a szutykot. Mindegy. A lényeg az, hogy utána végül nagy nehezen csak sikerül beállítanom, pont mire elérek odáig, hogy 800 lábot kéne tartani a carrier fölött, és ránézni a deckre, hogy vajon van-e ott valaki. Ha nincs senki, akkor semmi baj, mehetünk tovább, miután bejelentkeztünk rádión, majd a 125,7-en, vagy 127,5-en, erre már nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy be kell jelentkezni ugye a Stannishez, és meg kéne mondani neki, hogy hello, jövünk, akkor is, hogyha ott van valaki a, hogy hívják van, a kifutón, mi akkor is jövünk, mert az a dolga, hogy elhúzzon onnan a francba, minket ez nem érdekel. Természetesen Stannis nem válaszol, mert Stannis egy utolsó szemét, és nem működik egyelőre a hónapban szerintem a rádió, mindegy, vagy nem jól, nem érdekes. Jó, elérünk a végére az upwind legnek, dobunk egy 90 fokot, majd még egy 90 fokot, lelassulunk 250 csomó magasságára, és kidobjuk a flapset és a kerekeket. Uncage-eljük a HUD-ot, és ha mindez megvan, iszonyatosan el fog kezdeni rángatni ettől a repülő, ahogy most is láthattátok. Nagyon szuper és nagyon tetszik nekem, hogy így ilyen össze-vissza állítólag ezt most megcsináltak az új patch-el, én még pont a patch előtt csináltam ezt a landolást. Ugye itt látható a HUD-on az AOE és a, tehát az e-bracket és az alatt, ott van a kis indikátor, hogy merre van a landoló pályája a Stannisnek. Nagyjából. Ezen a downwind legen, ha nem szól közbe a magasság riasztó, a downwind legen elméletileg 600 lábot kéne tartani, és az e-bracket közepét meg kéne találni. Én ezt, nekem itt annyira nem sikerült, ezért nagyjából megpróbálom visszahozni ezt, és ahogy ugye emlékszünk az LSO himnuszából, fix the low before the slow. Tehát, hogy először emelkedünk, és utána adunk, vagy először emeljük az orrát, és utána adunk gázt. No, itt már egész jól sikerül mennem. Nagyjából egy egész, ja igen, az előzőnél is 30 fokos fordulót tartunk, nagyjából 1,1 és 1,2 tized mérföldre ott jobb oldalt írja STN, a Tekken, Stannisnek a Tekkenje írja, hogy 1,1 tized mérföldre vagyunk a Stannistől, ugyanúgy 30 fokos dőlésszöggel bedőlünk balra, tartjuk az e-bracketen, hát nem úgy, mint én. A műhorizont alatt kéne egy picivel tartani, ugye, hogy süllyedjen egy kicsit 600 lábról 400-ra, és kéne tartani ezt az e-bracketnek a közepét az AOA indikátor így narancsárgán, amilyen most éppen van. Ez nekem sem sikerül még tökéletesen, de szépen langsam spacieren, nix ugri-bugri 90 foknál, amikor befordulunk 90 fokra a hajóval 90 fokos szöget zárunk be, akkor benézhetünk, hogy hol tartunk, és onnan korrigálhatunk. Innentől kezdve egy dolgunk van, illetve három. Az egyik a line-up, megnézni, hogy pontosan a fedélzettel egy vonalba érkezzünk, ami nekem most nem fog sikerülni. Pontosan az e-bracket közepén legyen, ami szintén nem fog sikerülni. Illetve, hogy az AOA indikátor narancsárga legyen, ami szintén nem fog sikerülni, de majd, hogyha mindez megvan, akkor utána, majd mindjárt korrigálok persze, és akkor jó lesz, illetve nagyjából jó lesz. És most ott látható nagyjából a ball, nagyjából ilyenkor kéne callnia, hívni a ballt, már elhagytuk mindegy, behívjuk, és akkor innentől kezdve azt nézzük, hogy ez a kis narancsárga pötty a két zölddel egy szintben legyen. Nekem ez most nem annyira sikerül, nagyjából igen.
és a harmadik wire-re letesszük, gázt adunk neki, hogyha nem fogta volna meg. Nem megfogta, úgyhogy levesszük a gázt, kicsit meg is mozgult, kinyitjuk a hukot, és beparkolunk valahova, miután fölemeltük a szárnyat. Nagyjából ennyi a landolás. Egyetlen egy alkalommal sem használunk légféket, mert mindent AUA-ból oldunk meg, és mindent abból oldunk meg, hogy a szárny, illetve a aerodinamikával fékezünk, illetve adunk gázt. Trimmel lehet, trimmelni bármikor föl le, azt nyugodtan, az íbreket azt mindig trimmel állítom be, illetve gáz és a gázkar elvétele. Ez ami fontos. Remélem segítettem. Na és akkor mindezt kintről, külső nézetből is megnézhetjük, kicsit fölgyorsítva. Megpróbálom az elesó nézetet is belevenni, ami nem annyira sikerül, de mindegy. Nagyjából ugye itt kell Stennis fölött lenni. Úgy nagyjából ott van alattunk, mindjárt rámutatok, ott van alattunk az LSO helikopter. Ő az, aki mellett így nagyjából ilyen távolságra elmegyünk, akkor az pont jó. Utána ott a hajónál, ami ott van az elsőnél, elkezdjük a 30 fokos fordulót. Ezt bentről lehet nézni természetesen, de annyiszor csináltam, hogy nagyjából reflex. Kiegyenesítjük, ugye itt megpróbálom korrigálni azt a hülyeséget, amit csináltam. Már a kerekek és a flaps lent. Látszik az AOA, az állásszög, az eléggé meredek már így is. Itt gyorsan szerkesztettem egy valamit, ami nem sikerült túl jól, úgyhogy ezt kéretik elnézni nekem. Mindegy, itt megpróbálok ugye korrigálni, visszafelé jönni, túlságosan átmegyek a jobb oldalra, nem érdekes. És itt látszik is, hogy milyen gyönyörűen pont a három wire-nél sikerült odavágni pár másodperccel előtte, vagy pár tized másodperccel előtte a hukot, úgyhogy pont megfogta, és így a hármas wire-t kaptam el. Csúnyán landoltam, de ott kapta el, ahol kellene. Ez így egy no-grade landing, de gyakorlásképpen pont elég lesz.